Jó napot kívánok, ez a Kanizsa Café, és az én szándékaim és gondolataim szerint egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas és nagyon fontos hetet kezdünk. Az apropója az egy díj, méghozzá a Dankó Pista életmű díj, a vendégünk pedig Major Lajos, a Tüttő János Nóta Klub vezetője. Nagy Kanizsán és Nagy Kanizsa környékén nem hiszem, hogy Lajost be kellene mutatni bárkinek, de nem csak a díjról fogunk természetesen ezen a héten beszélgetni, hanem a magyar nótáról, mindarról az életérzésről, amit a magyar nóta tükrözés ad nekünk, no meg hát természetesen Lajos történetéről, hiszen régi-régi a nóta iránti vonzalma és szeretete. És mivel az életben tegeződünk, itt a televízió stúdió keretei között is tegeződni fogunk. Köszöntelek szeretettel, örülök, hogy itt vagy. Köszöntelek én Ibrántikát és a televízió nézőit is szeretettel. Azt mondd meg nekem, légy szíves, ilyen kezdésként, hogy honnan a te magyar nóta iránti vonzalmad, szereteted. Mi előtte beszélgettünk egy picit, pontosan tudom, hogy édesapádhoz nagyon sok köze van. Igen, van. Talán így is születtem. Édesapám szabó, édesanyám is, nálunk a családban sok szabó van. Többek között te is, az egyik szakmád az, a hídből az egyik szakmád az. Papam állé énasnak, és mint ilyen, reggeltől estig fütyültek, énekeltek, daloltak a mesterek, és megismertem, megtanultam a számokat, megszerettem őket, és kíváncsi voltam, mindig újat akartam tanulni. És ők meg hajlandó voltak erre, hogy ott éneklés közben most ezt kiszerezte, aki ha tudták, ha nem, akkor csak énekelték. Ez volt ebben táncdal, műdal, operett, opera népdal, és óvatatlanul belemívódtak ezek a dalok. És ugye ne tévedjünk, ez nagyon-nagyon fiatal korodról van. Igen, szó. Igen, hát ott voltam, akkor 14-15-16 éves voltam, és a műhelyben, mint mondtam, hogy énekeltek, én akkor nem fütyöltem is énekelhettem, mert inasnak a kus van, azt nem szabad ilyen csinálni, de azért fülem ott volt, és hallgattam a dallamokat, és megszerettem a dalokat. Állítólag pici koromban kaptam egy kis hegedűt, és azon színszoktán nem játszottam természetesen, de a cigányzenekarra fölállítottak a cimbalom szélére, és ott imitáltam, mint a hegedűvel játszanék, és nagy volt a sikerem. Hát itt kezdődött valahol, azt hiszem, de igazán komolyan 58-ban, mikor a hugom kapott egy harmonikát, egy kis 32 basszoros harmonikát, ajándékban május 1-én, és ugye mindjárt kezelésbe vettem, én nem a hugom, hanem én, és akkor éjjel-nappal gyúrtam, gyakoroltam a énes munkám mellett, és augusztus 20-án még abban az évben 60 embernek egy 80 basszusos weltmesterrel én játszottam már a teljestet. Tehát óriási volt a fejlődés, és óriási volt a lendület akkor bennem, és adott egy olyan lendületet, ami azóta sem szakadatlanul bennem van, és nem szűnik. Na, ennek állomásait azért megbeszéljük ezen a héten. Egy picit, tegyünk egy pici kitérőt. Nekem apukám is játszott harmonikán fiatal korában, és azt mesélte, és kíváncsi vagyok a te véleményedre, tapasztalatodra, te már ebben profi vagy, és teljesen... De hogy ez valami iszonyatosan nehéz hangszer, és nem a súlyára gondolok, hanem ahogyan az embernek túl azon, hogy a dalra koncentrál, túl azon, hogy a dallamra koncentrál, túl nagyon sok mindenen, ami a művészet, hogy technikailag is, mert a két kézzel teljesen más csinálsz, és ez iszonyat koncentráció. Jól látom? Jó, nagyon jól látod. Akkor szerintem papa beoltott téged is valahogyan, mert... Legalábbis érdekel, hogy tudom, hogy mi az, hogy harmonika, hogy ez nem annyi, hogy így csinálunk, és akkor nem, szól. Nem. Hát jellemző az, hogy fölveszed a hangszert, és hogy szóljon, azt húzni kell, húzni, nyomni kell, levegőt ugye kell fújtatni. És hogyha oda koncentrálsz, hogy mit csinálsz, hogyan játszol, akkor elfelejted húzni. Uh-huh. Ez kezdett időben van, most már nincs ilyen. Nyilván. De akkor elhallgatod, akkor odafigyelsz, akkor meg ide nem figyelsz. És akkor, mikor már mindez megvan, jobb kézzel dallamot szépen tudod játszani, akkor ott a basszus. Na, ott van az a sok gomb. Mit lehet ezzel kezdeni? Na, mit lehet ezzel hát kezdeni? Igen, hát ott is van egy alapsor. Utána van a dur, a moll, a septém szökített sorba, egy sorba. És akkor másik oldalon a terc vagy váltó sor.
Hát ezzel lehet dolgozni. A többnyire a zeneművekben betűkották vannak, betűkották is vannak, és ha leírják, akkor mondjuk B7-es, akkor tudod, hogy az B septim kell fogni, és hogy hol van a harmonikán. Arra van egy térkép, ami alapján megtanulhatod, és a fejedbe kell, hogy legyen, és a kezedbe. Ha nincs benne, akkor baj van. Hát egy idő után csiszolódik, elfelejti, meg próbál koncentrálni, és akkor rájön, hogy Úristen, nem csak ebbe fekvésbe kell nekem ezt a hangot megtalálni, ha fönt játszom valami föl, ott is van egy ilyen, csak ott másik sorban. Na hát ez a varázsa. Ezeket kell megtanulni. Ezt mennyi idő alatt láttad? Hát ugye nagyon rövid idő alatt te a estet játszottál, ahhoz azért hangoknak kellett jönni, tehát valahová eljutottál, de hát ez iszonyat, tehát ez bonyolultabb, mint egy burda térkép, vagy szabásminta. Bonyolultabb, igen. A zene maga is bonyolultabb. Úgyhogy a harmonika meg azt a különösen az, egy komplett hangszer kísérettel, mindennel ellátva, te bőgőt játsza, a kontrát játsza, tehát ott... Mennyi idő? Hát pár év. Uh-huh. Pár év kellett, ami nagyjából, mert még mindig tanulom. Még mindig nem vagyok kész. Hát én hol vagyok a nagy művészekhez? Sehol sem, de igyekszem, próbálom. És úgy értékelem az ő munkájukat, hogy fantasztikus munka van abban, amit egy Orosz Zoltán csinál például. Ez elképesztő szörnyűség, hogy másodperc alatt végigmegy a klaviatúrán oda-vissza. Ez olyan technikai tudás, olyan technikai bravúr, amit csak igazán a harmonikások értékelnek, már tudja, hogy mit gyakorolt, mit kell ahhoz, hogy milyen készség, milyen tehetség kell ahhoz, hogy ezt így megvalósuljon. Neked fiatal emberként azért egy fiatal fiú az focizik, csajozik, lehet, igen, hogy megiszik egy-két pohárral, korsóval, de hogy annyi minden érdekli a világból, és ez szerintem minden korra igaz, tehát most is igaz volt ez 50 évvel ezelőtt is. Miért pont egy ilyen, jó, hogy tehát hogy volt a családban, oké, de hogy miért pont egy ilyen nehéz hangszerbe vágtad a fejszédet? Ez ilyen talán nehezen megmagyarázható. Hát nézd, egy falusi gyerek nem is nagyon fért más hangszerhez hozzá, még a hegerűhöz fért volna hozzá, de hát éppen a húgom falusi gyerek az kapott. Azt jelenti, hogy Zalaszent Balázs? Zalaszent Mihály. Mihály. Gyönyörű falunk van, gyönyörű, szép neve is van, Zalaszent Mihály. Úgyhogy igen, itt történt a dolog. Hát amit mondtam, hogy a falusi gyerek nem nagyon fért más hangszerhez hozzá. Jellemző a harmonika szeretetemre, hogy ezen a harmonikán, amit játszottam a te estét, ez ott a helyi boltban volt, és ott vette meg akkor a Kiss, uh-huh, és minden este még a boltba ki volt téve kirakatba, vittem a tejet a csarnokba, és az orrom belapult a kirakatba, úgy néztem ezt a hangszert, Istenem, ilyen gyönyörű hangszer, egyszer én ezt megfoghatnám, vagy valami közöm lehetne hozzá, hát lett. Hát megértem azt is, és több minden, amit úgy elterveztem, elképzeltem magamnak, több minden bejött, a zenekar is bejött, a zenekar lett. 16 éves koromban, még ezeket megelőzően, volt egy hattagú szájharmonik együttesünk ott a faluban. Az a járás, aki mi tudott, nyertünk Nagykapornokon. Úgyhogy... És ott te is igen. Minden esetben volt szájharmonika, volt akkorától nagyig, úgyhogy mindenre játszottam. Uh-huh. És azzal kezdődött, talán igaz, és volt egy osztálytársam, akinek volt egy kis harmonikája, ahol kirándultunk osztálykirándulásokra, hogy hozta magával mindig. A többiek számháborúztak, meg futballoztak, ahogy kérdezted is. Igen, én meg fogtam a harmonikát a sátor előtt, szépen gyakorolgattam, próbálgattam. Hát az elejét meg már tudod akkor, hogy a húgomtól kapott, örökölt harmonikával, hogyan jártam. Azt mondd meg nekem, hogy abban az időben, ugye nem mostanról beszélünk, mert most már interneten, zenemű kiadóknál, és nagyon sok helyen lehet kottához jutni, tehát ezer elérhetősége van. Na de hát akkor azért ez nem volt jellemző. Honnan tanultál dalokat? Akár a szájharmonikás történetben, akár a valódi, az igazi harmonikán. Először hallás után, aha, mondtam a mesterektől, később a rádióból, ott már hiteles volt, mert ott nem nagyon tévedtek, ott a kotta szerint énekelték a magyar nótát és dalokat, minden. Na de értem, de neked nem volt kottád, vagy ez annyira jó füled volt, hogy ezt megjegyezted? Igen, hogy egy-két hallás, például volt olyan, hogy
egy dalt egy hallás után megtanultam. Most már nem probléma, de akkor még az volt. És ez óvatatlanul fejlődik az ember, és kifejlődik benned egy készség, hogy meghallasz egy dallamot, és akkor azt elkezded elemezni, és akkor rájössz a második sor, szinte magától adja. Egy nótánál például az első sor képlete A, a második sor öt hanga följebb van, az A5. Akkor a harmadik sorban mindig ott van a szezúra, a váltás, népdalokban is, ott van valami más, valami új. És a negyedik sor vagy visszatér az alaphangsor, vagy valami variációval, de az alapdallamsor visszajön. Tehát A5 variáns, B és A variáns. Ez a képlete a nótának többnyire. De ez sem biztos, hogy így van. Azért a Kottár visszatérve ide kerültem Nagykanizsára házasság révén, és itt dolgoztam a Szabóipari Szövetkezetnél, és egy asszonyuk, aki ott dolgozott a szalagomon, szalagvezető voltam, és ott dolgozott a szalagomon, az meghívta a férjét, hogy gyere, hallgass meg ezt a srácot. Énekelgettem akkor is, a szabad jövőben folytam magam itt a munkahelyen, és Zsiga bácsi egyszer bejött, Makai Zsiga bácsinak hívták, a zenekarba fújt, és úgy készüljön, hogy 4 órakor itt vagyok magáért, és viszont végén viszem a zeneiskolába. Hú, meg voltam éjjel, de most mi lesz? Éppen a születésnapomon történt ez, és jött, elvitt, meghallgatott a Zsuzsa néni, Szentendrei Zsuzsa énektanárnő. Ott fogott, és azonnal megkezdte velem a tanulmányokat. Jellemző, hogy 2,5 hónap után, 2 év anyagából vizsgáztam le, szolfésból is, meg ének gyakorlatból is. Lojzi bácsi is. Igen, Lojzi bácsinál a szolfés. És ott tanultam meg, én faltam a tanulnivalót. Mind a szivacs jött belém, minden. Akkor már tudtam, hogy miért szép ez a hármas hangzat, de hogy mitől szép, azt ott tudtam meg. És utána mit kell csinálni bal kézen, jobb kézen, és Lojzi bácsi tudta, hogy harmonikának, és akkor mindig kérdezte, hogy na, itt most mit fog a basszus? Hát többnyire eltaláltam. És így gyakorolsz, gyakorolni, gyakorolni. Itt nincs mese, hogy majd kialszom magamat, és tudást szerzek valahonnan. Itt nem egy, hogy bemegyek a boltba, hogy veszek 2 kiló tudást. Gyakorolni kell a hangszernek. Nincs mese. Zenéről fogunk beszélgetni természetesen ezen a héten, de azért ugye félmondatot már említettem rólad azzal kapcsolatban, hogy 7 szakmád van. Az egyik ugye a Szabó, de mi a másik 6? Hát erről ritkán szoktál beszélni, mert ugye mindenki a nótáról, mindenki a nótáról kérdez, teljesen természetesen. Hát igen, van a férfi Szabó szakmám, és utána közgazdasági technikumba érettségiztem levelezőn, illetve estén, és ott ugye a statisztikus tervező, könyvelő szakmát adnak. Akkor el kellett végeznem, a KTS-be elküldtek, függetlenített tűzrendészeti előadói vizsgám van, 3 éves szakmásított vizsga Pécsen, ott végeztem el, az is megvan. Akkor ez ilyen tűzvédelmi, tűz, nem tudom, igen, balesetbiztonság, meg ilyesmi hát, téma. Inkább tűzvédelmi szól, aha. Mert ők adták ki, a aha. BM Top adták ki, tűzoltóparancsnokság a szakmásított vizsgán, rendesen ott 6 vérbeli tűzoltó előtt kellett vizsgálnunk, tételt húzni, és valakinek el kellett menni, hát engem elküldtek, én voltam fiatalember akkor. És ilyen hajlandó voltam, hogy megcsinálj, miért ne legyen meg ez is. Soha nem használtam, csak a cégnél, de megvan. Akkor később, mikor átnyergeltem az iparból a kereskedelemre, ruházati kereskedelembe, ott a Dézzal járhoz voltam osztályvezető, és volt olyan, hogy köteleztek bennünket tovább tanulni, és a kereskedelmi és áruforgalmi felsőfokú vizsgám van. Tehát ott is van 2 papír megint, úgyhogy ennyi szakmát összettem. Még a harmonika azon túl van, és az éneklés. De az arról nincs szakmám, tehát nem vizsgáztam le. Vizsgázhattam volna, de közben jött egy olyan intézkedés, hogy bárki lehet művész, és nem kell vizsgát tenni. Hát kutyának a fülét. Nem lehet bárki művész. Igenis, bizottság le kell vizsgázni,
Ugye ezt régen Uri vizsgának Óri vizsga, igen, ez volt. Most neveket nem említed, hogy kinek köszönhető ez, hogy nem kell, mert azt nem akarom itt. De ha kivalljad, akkor elmondom. Ne bolygassuk, a múltnak ezt a részét jó, ne bolygassuk. Inkább azt mondd meg nekem, hogy tulajdonképpen te ilyen az élettörténetet eddigi megismert része alapján ilyen tök 21. századi ember vagy, pedig a 20. századról beszélgetünk most még bőséggel, mert ugye most kezdtük el megismerni, vagy hát az elmúlt 10-15 évben az élethosszígtartó tanulást, a több lábon állást, a érts több mindenhez, mert jobban boldogulsz, és te már ezt tulajdonképpen 40 évvel ezelőtt is ezt csináltad. Miből volt ez a tanulásvágy, meg jó néha kényszer volt, mert téged küldtek el, mert éppen te vállaltad el, de hogy ebbe hogyan keveredtél bele? Mert azért dolgozni, muzsikálni, énekelni, és még tanulni, és még a család, és tehát azért ez nagyon-nagyon húzós lehetett. Hát így visszagondolva, az is volt. Így visszagondolva, nem is tudom, honnan volt erőm. Rengeteget túlóráztunk akkor a munkahelyemen is. Esti iskolára jártam. Hétvégeken mentünk muzsikálni a zenekarommal. Voltam nadrágokat, még maszekba. Nem tudom, most felé se tudnám csinálni. Igaz, hogy 76 éves vagyok, így már mások a viszonylatok, de talán igényeltem mindig többet tanulás, ha egyszer belásod magad valamibe, akkor rájössz, hogy még mennyire kicsi vagy a világ mindenségben. A Szókratésznek van egy mondása, hogy az embernek tudni kell, hogy valójában nem tud semmit. Ha elértél egy pontig, utána visszanézel, utána előre nézel, még mennyi tanulni valam van, mennyi minden van, amit még nem tudok, és szeretnék megtanulni. Hát valahogy ilyen ambícióim voltak, és ez hajtott mindig. Vissza a zenére, aztán tulajdonképpen az első adásra el is fogy az időnk. Ott tartottunk, hogy te elkerültél ide Nagykanizsára, elkezdtél énekelni, tanulni, szolfézsre járni, zeneiskolába. Azt még itt az adás előtt említetted, hogy tulajdonképpen te messze-messze túl is lépted ebben a rendelkezésedre álló időt, mert 6-7 évig lehet azt hiszem zeneiskolában tanulni, te 12-ig jártál, de ezt hogy csináltátok? Schwarzban. Feketén, meg magánúton, magánalapon. Igényeltem, hogy tudtam, hogy nekem volt egy beszorításaim, ami ki kellett pucolni, és az 2-3 év. És a végig skáláztam, én rengeteget köszönhetek a skálátnak. A Zsuzsa néni 2 órán volt mindig, vidékre jártam be, és 2 órán volt mindig hétfőn, és csütörtökön szolfés. És nem engedett a 2 órából 1 és 3 negyedet, biztos, hogy mindig csak skáláztunk. És a végén, az utolsó 10-15 percben engedett csak énekelni valamit. És tudom, hogy azokat a beidegződött rossz szokásaimat, azok a skálának köszönhetően vetkőztem le. De van, ami most is megvan, szóval olyan, hogy kész énekesen nincs. Mindenkinek tréningbe kell lenni, skálázni kell, iskolázni kell a hangját, mert másképp elveszel. Ha nem, nincs erre indítatási igényed, akkor ne is menj a színpadra. Ez nagyon sziszifuszi munka, míg az emberből kész, vagy majdnem kész énekes lesz, ha azt mondod, hogy nem is fejeződhet be soha, de majdnem nem. Kész énekes lesz? Van, akinek szerencséje van, gyönyörűen tud énekelni, tisztán énekel, a bel canto énekli, tisztán tanársegédek nélkül, de az, hogy a kiejtésed, a viselkedésed, minden, kell, hogy tanárhoz járj. Szakmailag is kell, hogy elmondják neked, hogy képezd azt a hangot, hogy énekelsz, és mikor, mit, hogyan kell énekelned, ezt csak tanár tudja, és az segíthet rá. Például, ha valami nem passzol, nem olyan helyen szól meg, és az Istennek sem tudtam harmadszorra eltalálni azt a hangot, amit szerettünk volna, akkor Zsuzsani tükör, az azt jelentette, hogy tükör elé kell állni, és a tükörbe énekelsz, rögtön bejön. Érdekes. Rögtön megláttad magad a tükörbe, ahol a pillanatban helyreugrik. Beáll a viszonylat. Ugye ez érdekes dolog ez. Fantasztikus. Nem működik. Az, hogy neked a civil szakmai életed mellett a zene és az éneklés a hivatás és a meghatározó út az életedben, talán ezt kijelenthetjük így visszatekintve,
ez mikor tudatosult benned? Hogy jön rá erre az ember? Hadd meséljek el egy történetet. Ismerős, egészen pontosan a fodrászom, Zalaegerszegen. Ő mesterfodrász, tehát neki is van szakmája, egyébként azon kívül még neki is több. Tehát ilyen majdnem párhuzamos a történet, és egyszer kitalálta magának, hogy ő operaénekes lesz. De először csak így elindult az úton, és pont itthon volt, és most is van talán a New York-i Metropolitannek az intendáns a férj, és a tanárnő is valamilyen zenei végzettséggel rendelkezik, hozzá elkezdett járni, és most ott tart, hogy most már ilyen 6-7 év után már ilyen nemzetközi castingokat terveznek, mert egészen egyszerűen odáig fejlődött, és volt is tehetsége rá. Jó, 6-7 évet bele kellett fetszelni, te mondtad, te 12-t fetszeltél bele, de honnan jön rá az ember, hogy akkor mégis ez az út? Nálad mi a története? Nálam az van, lakodalmakban énekeltem nótát, és énekeltem operetteket, nagyon szeretem az operetteket, és ott éreztem meg először, hogy ezt lehet másképp is csinálni. Odaállik a közönség elé, és akkor megmutatom magam, hogy mi van, de ez óriási felelősséggel is jár, persze. És a belsőd mondja meg, ha nem mondja, baj van, ha mondja, akkor segít. Uh-huh. Az, hogy próbáld meg ezt. Hát a zeneiskolában a Zsuzsa néni azt nagyon ritkán engedte meg, minden éven egyszer volt egy tarkaestünk, úgynevezett tarkaest, amikor operettet énekelhettünk. Hát énekeltem 10-15 duettet a lányok partnerekkel, mert kevesen voltunk fiúk. És ő akarta, hogy ez tovább menjen velem. Hát ha nem beszélek viseglésnek, elmondanám, hogy 69-ben próbát énekeltem a Csiky Gergely Színházba, országos kiválogatásból 53-unkat hívtak be az anyaszínházhoz, és abból 3-unkat vettek föl. Hát az egyik fiú, Hollai Kálmán néven futott, akkor Heizer Kálmánnak hívták, ő a Kutya, akit Bozzi úrnak hívnak sorban szerepelt, többek között abba is, Salgó Tarjánból, őt vettek föl, engem vettek föl, meg egy nyíregyházi fiút, az Aszél Tamást. Én nem tudtam elfogadni, mert 1000 forint alapfizetést biztosítottak volna, fellépéseket nyáron, Balatonfüreden, Grázba, itt-ott, hát akkor én nem voltam sehol, tanulmányaimmal sem, meg hát önbizalom se volt, meg akkor kaptam meg a kinevezésemet, mint szalagvezető. Uh-huh. Tehát az 1800 forint, akkor nagy pénz volt, meg ugyanennyi prémium, lakás nem volt, család ott volt, hát döntenem kellett, és akkor így döntöttem utána. Pedig a Kaposvári Színház azért az biztos, hogy egy olyan előmenetel lett volna. Ami... Kétségtelen, már nagyon sajnálom, bánom, de akkor nem lehetnék most itt. Szóval, akkor sikerült. Igen. Így aztán meg vagyok békélve a sorsommal, bár akkor bánom, hogy akkor nem mondtam. Igen. 2 hét múlva jön a műszaki igazgatójuk hozzá Kanizsára, is megkeresett. Ide figyelj, Lajos, egy ajánlatot teszünk még. Fölveszik magát, mint Szabót. Szabó státuszban lesz, de énekesként kell. A feleségét meg fölveszik, mint öltöztető nőt. Ő is Szabó volt. Uh-huh. Na hát így akkor elgondolkodtam. De ez biztosabb volt, és inkább ezt választottam. Utána szabad még tovább mondanom ezt a vonalat. Hogyne? Novemberben hívnak le zeneiskolába. Lementem. Ott ül 4 ilyen vastagsávos, egyenruhás katonatiszt, meg a Ivánkovics Feri bácsi, az akkori zeneiskola igazgatója, volt korábbi énektanárnő Duci néni, ott ülnek. Zsuzsa néni bemutat nekik, vagyis magát jutott meghallgatni. Engem honnan? A Honvéd Művész Együttestől. Hát énekeltem párat, összesugtak, rendben, értesítjük. Kacsintott a Duci néni, hogy sikerült, rendben van. Oda sem mertem elmenni, nem mertem. Szóval itt egyfajta gyávaság volt bennem, és tudom, ehhez a pályához kell egyfajta önmutogatás is, hogy valaki meg törtetési előre menjen, ez soha nem volt bennem. Lajos, ne haragudj,
Ezer kérdés ezzel kapcsolatban. Most elfogyott az időnk, de a holnapi adásban innen folytatjuk. Rendben van. Köszönöm szépen már önöknek a figyelmet. Én nagyon élvezem, remélem önök is, várjuk önöket holnap is. Viszontlátásra. A műsor dekorációját a bíborvirág készítette.